amikor Isten hatalmáról, kegyelme erejéről beszélünk, akkor olvasom most nektek a pálapostoli efezusi levél első részéből a 9. és a 11. verset. Megismertetvén velünk az ő akaratának titkát, az ő jókedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában. A 11. vers, ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén, annak eleve végzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. Mit cselekszik? Hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik már reménykedtünk ebben előre a Krisztusban. Hálás vagyok Istennek azért, hogy az embernek megengedi, sőt parancsba adja, hogy a hit mellé ragasszon tudományt. Ahhoz, hogy valaki mélyebben érthesse azt, amit ő leír, amit elmond, ahhoz szükség, hogy fejlessze az ember értelmét, ha kell a tudomány ismeretével is. Nézzetek, sokkal többet mond el, mint amit értünk. Magasabb rendű a parancs, amit parancsolt nekünk, mint ameddig mi azt értjük, és ameddig engedelmeskedni, éppen ezért készek vagyunk. A tökéletesen állítson elő, az azt jelenti, hogy a Krisztus értelméig fokozza a gyermekei értelmét. Nem csak a Krisztus értelméig akarja fokozni, hanem az értelembe való engedelmességben is tökéletesség akarja fokozni, hogy úgy beszél, úgy alkot, úgy formál, ezért mondja a Szentírás, aki elkezdte a jó dolgot, az be is fejezi, tehát kétség se függ hozzá, vagy kétség se fér hozzá, hogy benned is elkezdett valamit, és véghez fogja vinni. Hol tartasz ma? Nézzük a japán kísérleteket, bizonyítják a pozitív és negatív gondolatok hatását. Az anyagra. Nem mindegy, hogy milyen gondolat születik egy embernek a fejében, az értelmében, és mi lesz belőle. Egy katasztrófát hirdetett meg egyszer még az Ószövetség idején az Úr, és azt mondja, az embernek minden gondolata csak gonosz. Elképesztő hatása volt a teremtett világra. Ezek a japán kísérletek pedig arról beszélnek, hogy lefagyasztott vízmolekulákra a különböző indulatú és gondolatú hatások megváltoztatták a kristály formáját a jégmolekuláknak. Megváltoztatták. Teljes meglepetéssel állnak ott, ezeket le is fotózzák. És azt mondják, hogy tessék nézni, nyilvánvaló a hatás. A gondolat formálta információ megdöbbentő hatással van az atom vizsgálatára. Azt is leírták már, hogy egészen másképp viselkedik, ha nem figyelik, és egészen másképp viselkedik, ha figyelik. Mert a kutatónak gondolata, indulata, elvárása, ahogy hozzááll a dologhoz, megváltoztatja a kutatottnak a mienségét. Amikor Isten azt mondja, hogy én jól tudom az én gondolataimat felőletek. Tulajdonképpen ezzel a kijelentéssel az életedbe beavatkozik. Az életednek olyan típusú elferdüléseit, változásait, halált, korábbi halált hozó biológiáját megváltoztatja élethosszabbító hatalmával, hogy ne félj, jól tudom a gondolatomat rólad, az én gondolataim lélek, élet és békesség. Nem a háborúság gondolata. Amikor az Isten gyerekeinek a belső világáról beszélni szeretnék majd a következő napokban, hogy mi mindent csinál Isten az ő gondolatával, az ő beszédével magába az emberbe. Hadd hívjam fel a figyelmedet arra a csodálatos dologra, hogyha valóságos és igazság az a megfigyelés, hogy a teremtett univerzum 5%-a lett látható anyag. Ha igaz az einsteini gondolat,
hogy a lelassult rezgés láthatóvá teszi és anyaggá formálja az amúgy energiai szinten lévő anyagot, vagy gondolatot, vagy isteni végzést. Amikor Jézus Krisztusról így beszél a Szentírás, hogy megüresíti magát, szolgai formát vévén föl, testet alkottál nekem, valami megrendítő dolgot mond el vele, hogy aki ebben a testben van, tökéletes Isten, de ez a test, ez a láthatóvá tett isteni gondolat, akarat, a Krisztus felvállalása, hogy így ebben az állapotban, itt lesz ezen a földön. És mások azt mondják, hogy lehetetlen, miért mondja magát Istennek? Te szerencsétlen ember, okosodj, tanulj, értsd meg az üzenetnek azt a fajta valós tartalmát, hogy Istennek nem azért mondja, hogy semmi nem lehetetlen, hogy te az Isten fogalmat még inkább valami elképesztő sejtelmességbe kísért el, hanem arról beszél, hogy cselekvő hatalom, látható módon megjelenő isteni tett. Isten gondolata a testet öltött fiában érkezett el hozzánk, így is mondja, hogy benne jött el a kegyelem, benne jön el a halhatatlanság, benne jön el az isteni öröksége a fiaknak, benne jön el Istennek megváltó szeretete, és ha valaki őt látja, akkor látja az Istent, akkor megérti az Istennek a valóságát. Az ember test és élet valóságát, anyagi valóságát az Isten gondolata határozta meg, nem úgy, amivé most az ember lett. Ez is benne volt a gondolatába, számolt ennek a lehetőségével is. Ezért az Efézus 1.11 akarata tanács végzése szerint cselekszik mindent. Tudjátok, van egy régi mondás, ezt Biblia nélkül is, meg fizika ismeret nélkül is ismerte az ember, az energia oda áramlik, ahova a figyelem irányul. Amikor azt mondja az Úr, hogy az odafelvalókat keressétek, az odafelvalókkal törődjetek, az energia oda irányul, ahova figyelem. Olyan megrendítő volt nekem végigolvasni a Péteri hajóból való kiszállásnak a történetét. Felfedeztétek az igazi mögöttesét? Azt mondja Péter, parancsolj nekem, hogy hozzád menjek a vízen. És ez a parancsolj nekem, ez az isteni szó, egyszerűen változtat az anyagon, változtat a lehetőségen, változtat, mert teremtő erő. És amíg ennek a parancsnak, hogy jöjj, a hatása alatt van Péter, addig az Isten akaratának erejében járhat a tengeren, amint leveszi a figyelmet az isteni akaratról, az Isten kijelentéséről, pedig mehetett volna tovább benne, de kilépett a gondolata, elengedte a hite az Isten beszédének hatalma teremtő erejében való abszolút bizalmat süllyedni kezd. Amikor azt mondja ki, hogy nem mindenki a hit, kérem, nem elvon dolgot állít a Szentírás, hanem egy speciális valóságot. Én vallom a következőt, hogy van egy olyan szent hullámhossz, amelyiken az élő Isten a Jézus Krisztusban kiválasztott gyermekeivel kommunikál. Ezt a különleges szent hullámhosszat a Szentlélek, mint személy, de mint erő is képviseli. És amikor valaki úgynevezett hitből való cselekedeteket cselekszik, hitből való dolgokat jelent ki, ilyen például, amikor a próféta a vízbe esett fejszéhez kinyújtja a szárát, és feljön a fejsze a vízből.
megváltozik az anyag, megváltozik mind az, ami addig a mi fejünknek lehetetlen. Csak hogy az Isten igéje arról beszél, hogy minden lehetséges az Istennek, az is, ami az ember mostani gondolata szerint nem lenne lehetséges. A gondolkodás minőségének különböző rezgés szintjei vannak. Ha tetszik, ha nem, szeretnék majd beszélni a biológiánkról. Beszélni az Istentől teremtett biológiánkról, a belső rendjéről. Hogy van energiája, hogy van hőmérséklete, hogy van kisugárzása, mit jelent, hogy új teremtésként él ebben a föld életben. Amikor az Isten arról beszél, hogy hagyjad az Úr a te dolgodat és bízzál benne, ő teljesíti, akkor egy olyan csodálatos azonosságra viszi az ember lelkét és gondolatát az ő gondolatával, amelyikben az ember engedelmeskedő, cselekvő, és maga is, ha tetszik, ha nem a szót kimondom, teremtővé válik. Pál apostol odáig elmer menni, hogy Isten szája által szólunk, mint egy Isten szája által szólunk. Elmeri mondani az apostol, hogy aranyom, ezüstöm nincs nékem, de amin van, a Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És a kijelentett teremtő szó megváltoztatja az embernek a fizikumát, megváltoztatja az állapotát, megváltoztatja az elmejének gondolatát, és hiszi a hihetetlent, és meglátja az addig láthatatlant. Nem tudom, hogy indulsz a napban, mi minden van, ami a gondolatodat leköti, a lehetőségeidet bénítja. Nem tudom, mi minden van, amit terveztél. Azt mondja ma, figyelj, veled vagyok. El nem hagylak téged. El nem távozom tőled. Kérj, ne keveset, amit kérsz a Krisztus Jézus nevében. Megadom neked. Imádkozz másképp, mint aki tudja, hogy ami nincs, előhozza, mint létezőt. Imádkozz a szeretteidért, imádkozz az ellenségeidért, imádkozz az országunkért, imádkozz a testvérért, imádkozz a szülőkért, teljes hittel, hogy a gondolatod olyan szintű rezgés, hogy áthatol mindenen, és az Úr azt mondja, hogy előttem vagy, és tudok rólad, és ismerem a gondolataidat. Kiálts hozzám, megfelelek. Megszabadítalak. Megdicsőítelek. A mai csöndességemnek a reggeli, mondhatom így, hajnali igéje az volt, kérde ne keveset. És amit hittel kérsz, meg lesz az neked. Én téged kértelek. A te lelkedet, a te hitedet, a te értelmedet, a te hűségedet, a te bizalmadat, hogy erősítse meg, és tegye véghetetlen bizalommá ő benne, és ő vele az együttjárásodat Jézussal. Amen.